Az enyhe időjárás miatt vált szükségessé, hogy az első szúnyoggyérítés április első napjaiban legyen. Az eljárás környezetkímélő légibiológiai úton valósult meg, mely kizárólag a szúnyoglárvákat pusztítja el, a többi élőlényre ártalmatlan. Ebben az időszakban ugyanis az imágóirtásra kell a hangsúlyt helyezni. A beavatkozás a parti területekre, a mocsaras és nádas részekre koncentrálódott a 47 balatoni település környékén. Keszthely-Hévíz közötti részen is van, illetve a Bunyaszos egyenes diás keszthelyi partszakaszon is fennik pusztáig lenyúlólag, tehát viszonylag nagyobb területek vannak ezen a környéken is. Ugye ezekről a tenyészőhelyekről rajzolnának ki az úgynevezett imágók, a csípőszúnyogok, és jönnének a lakott területre. Ami valószínű, hogy így is lesznek, de lényegesen kisebb lesz a számuk és a mértékük abban az esetben, hogyha ezeket a biológiai védekezéseket ütemesen el tudjuk végezni a térségbe. A beavatkozás eredetileg a hét elején valósult volna meg, azonban a szeles időjárás miatt a pótnapokra, azaz április 2-ára és 3-ára csúszott a kivitelezés. A Balatoni Szövetség évtizedek óta gondozza a szúnyoggyérítés kérdését. Az elő- és utószezonban az ő koordinálásuk alapján valósulnak meg a beavatkozások. A mostani biológiai gyérítés mintegy 25 millió forintba került. Finanszírozásban állami pénz is van benne, de az önkormányzatok is nyilván ehhez hozzájárulnak a területükkel lévő nádasok területének arányában. Az összterület az 2138 hektár. Hát ez ugye a parti zónát, illetve a háttér területeket, nádasokat, mocsarakat, vízállásos gyepterületeket jelenti. A főszezonban az Országos Katasztrófavédelmi Szolgálat végezteti majd el a szúnyoggyérítést, melynek minden költségét ők fogják állni. Ezeken kívül, ha úgy ítélik meg az önkormányzatok, hogy további beavatkozások szükségesek, lehetőségük van arra, hogy a saját maguk területére külön kérvényezzék a gyérítést. Az idei évben kémiai beavatkozást már nem lehet a levegőből végezni. Az Európai Unió ugyanis kivonta azokat a szereket, amiket ilyen módon lehetett alkalmazni. A földi módszer során egy speciális kis teherautóról juttatják ki majd a permetet, így javarészt az utak befolyásolják, hogy hol tudják gyéríteni a vérszívókat.